Szeretettel testvérek! Az életet védjük. Isten az élet ajándékozója, ő az élet legbiztonságosabb önszöge. Isten szándékát így lehetne elmondani, az enyém vagy. Az ember pedig azt válaszolja, Uram, én a tiéd vagyok. Ádámnak is a paradicsomkertben ezt mondta Isten, az enyém vagy. Magamnak teremtettel. És Ádám a teremménynek a teljes tudatos hódolatával elismerte Urának, Istenének, Teremtőt, az Alkotót, az életadóját, azt mondta, a tiéd vagyok. Ezt a harmóniát irigyelte meg a gonosz. Szétverte, szétszúzta, meg akarta semmisíteni Istennek a gondolatát. Isten azonban nem hagy magából gúnyt űzni. Megígérte az örömhírt, hogy majd az asszony születje győzni fog. Letiporja a gonoszkodónak a fejét, a hatalmát. És tényleg megjövendelte már Izaiás proféta könyve 7. fejezetében olvashattuk, hogy lesz majd egy szűz, aki fiat szül, fiának a neve Emmanuel, azaz az ő személyében bennünk az Isten. Isten a szűz fia miatt mondja nekünk, embereknek is, hogy az enyém vagy. És a megváltásban, a megszentelődésben újjáteremtett ember a teremtmény legbensőbb hódolatával kimondja Istennek, Uram, én a tiéd vagyok. Elismer Istent, Uram. Így Krisztus Urunk jóságával, áldozatával, aminek előfeltétele volt a szűzanyja igenje ott Názáretben, erreáll a rend Isten és az ember között. Isten meghiúsítja a sátánnak a gondolatát. A sátán azóta is hasarkodik Isten terve ellen. Ne az valósuljon meg, ne Isten uralma, ne Isten országa legyen itt a Földön, hanem a gonosznak, a halálnak az uralma. Legfrissebb információ, hogy bioetikusok nem áttaludták azt mondani, hogy a megszületett magzatot is lehet abortálni, ha nem kívánt terhességből születik. Vagyis meg kell gyilkolni azt a megszületett ember. Hiába van felzúdulás, az ember fejébe beleférkezik a kis ördög. De a nagy angyal, a békességnek, a mi Urunk, az mindig erősebb. És mindig kiebrudalja a gonosznak a gonoszságát az embereknek a fejéből és a szívekből. Itt harc folyik, itt harc, amely azonban az utolsó napon majd végső győzelemmel fog beteljesedni. Harc folyik az életért. A mai napon az Egri Bazilikában Szentmisét mutatott be az egri segédpüspök atya egykori püspöktársa, Mács István püspök halála évfordulója kapcsán. Mert 1993.
március 26-án találták őt holtan. Pálos testvérünk volt a szerzetesrendben 1991. február 11-én a Lourdes Szuzanya ünnepén szentelték püspökké Esztergomban. Halála napján is a család mozgalomnak a hétvégi házas közösségek számára indult volna lelki gyakorlatra. Tisztázatlan a körülmény, hogy az, akinek olyan szép brushaja volt, mint nekem is, miért kellett a fürdőkádban állva hajszállítót használni? És az a hajszállító miért esett bele a fürdőkád vizébe, olyan zállatot okozva, hogy a püspök atya keze ráégett a víz csak fém részére. Túl sok a kérdője. Túl drága az élet. Úgy látszik, akinek nem számít a magzati élet, akinek nem számít a szülőknek az akarata, annak nem számít a felnőtt élet sem. Úgy néz ki, hogy részt győzöm neked arra. Vincenti Diporos atyánkat is 1948 karácsony másnapján, a kis Jézus születése napján az államvédelmi hatóság letartóztatta, végül is hosszú kínzás után életfogytiglani börtönre ítélte, mert a Rákosi megmondta, hogy magából nem csinálunk vértanút. Két napja jött a hír, hogy élet győz. Mert a legfelsőbb bíróság felülbírálta azt az akkori koncepciós pert, és kimondta, hogy Vincenti Józsefet ártatlanul ítélték el. Hogy neki volt igaza. Az életnek mindig igaza van a halál fölött, még ha nem is azonnal látszik a győzelemnek a fényessége. Nagy péntek sötétsége után is várni kellett, még húsvét felragyogva. A mai utórai szentmisén is fogadalmat tettek testvéreink, hogy vállalják a meg nem született magzatok élete védelmét. Imádkoznak érte. És ezen az utolai szentmisén, tehát fogadalmat Vilmos testvérünk is a pálos rendben, hogy a boldogságos szűzmája színe előtt vállalkozik Remete Szent Pál és Boldog Közsép atyánk példája szerinti szerzetesi életre. Élet! Élet fakad belőle. Érdemes fogadalmat tenni az élet védelméért. Ma, ezen az este 8 órai szentmisén is lehet megújítani a lelki adoptálást. Vagyis azt a magatartásmódot, amellyel egy-egy személy elkötelezi magát, hogy a ma 9 áldott hónapnak megfelelően 9 hónapon keresztül imádkozik egy egyedül Isten előtt ismert, megfogant és halállal fenyegetett gyermek élet. Ez a fogadalom erőforrás. Lehet egyénileg is tenni, de Urunk fogantatása ünnepe kapcsán ezt mi szívesen tesszük közösség. Akik szeretnének ilyen fogadalomújításban részt venni, azok nagyon bensőségesen mondják utána a fogadalom szövegét, amelyet előimádkozom
És így vállalkozunk arra, hogy az életet szolgáljuk, amelynek kapcsán meghalljuk Istennek a szavát magunk számára is, és a megfogalmat a gyermek számára is, hogy ennyien vagy. És mi merjük kimondani neki az élet urának, te pedig az én ura Istenem vagy. Amen. Most álljunk fel mindjárt. Én mondatomként előre imádkozom a fogadalom szövegét, és a testvérek ismételjük után. Szentséges szűz Isten anyja Mária. Szentséges szűz Isten anyja Mária. Összes angyalok és szentek. Összes angyalok és szentek. A meg nem születettek védelmében való segítség nyújtás vágyától vezetve, a meg nem születettek védelmében való segítség nyújtás vágyától vezetve, elhatározom és fogadom, elhatározom és fogadom, hogy Urunk megtestesülésének mai ünnepe alkalmából, hogy Urunk megtestesülésének mai ünnepe alkalmából, lélekben adoptálok egy gyermeket, lélekben adoptálok egy gyermeket, akinek nevét egyedül Isten ismeri, akinek nevét egyedül Isten ismeri, hogy 9 hónapon át minden nap imádkozom, hogy 9 hónapon át minden nap imádkozom, élete megmentéséért, élete megmentéséért, valamint azért, valamint azért, hogy születése után törvényes és tisztességes életet élhessen. Hogy születése után törvényes és tisztességes életet élhessen. Imáim szándékra a következők lesznek. Imáim szándékra a következők lesznek. A rózsafüzér egy titka. Rózsafüzér egy titka. Önkéntes felajánlásaim. Önkéntes felajánlásaim. Valamint az az ima. Valamint az az ima. Amelyet 9 hónapban most mondok el. Amelyet megnézett volna, ahol most Uram Jézus! Uram Jézus! Édesanyád Mária közbenjárására! Édesanyád Mária közbenjárására! Aki szeretettel szült a világra téged! Aki szeretettel szült a világra téged! Valamint Szent Józsefnek! Valamint Szent Józsefnek, a bizalom emberének közbenjárására, a bizalom emberének közbenjárására, aki születésed által gondoskodott rólad, aki születésed által gondoskodott rólad, kérlek téged annak a meg nem született gyermeknek érdekében, kérlek téged annak a meg nem született gyermeknek érdekében, akit lélekben adoptáltam, akit lélekben adoptáltam, és akit a halál veszélye fenyeget, és akit a halál veszélye fenyeget, kérlek, adj szüleinek szeretetet és bátorságot, kérlek, adj szüleinek szeretetet és bátorságot, hogy meghagyják gyermekük életét, hogy meghagyják gyermekük életét, melyet te magad rendeltél számára. Amen. Melyet te magad rendeltél számára. Amen. Szándékaitokra majd a szemmise végén esdem le az Úristen áldását, szeretjük kegyelmét.